Centrumban a bűnmegelőzés, és centrumban a bűnmegelőzés és az építészet. Egy nagyon izgalmas kőbányai akcióról folyamatosan beszámolunk itt a csatornán, és most arra vagyunk kíváncsiak, hol tart a folyamat, hol tart a legyen tered, ha úgy tetszik, mozgalom vagy akció, hol tartanak? Nevezzük inkább akciónak, ami reméljük, hogy nem egyszerű, hanem megismételhető, és mintaként szolgál mind Kőbánya, mind Budapest részére. Egy kezdeti státusz után beindult maga a projektnek az előkészítése. A Legyen tered hosszas egyeztetésekkel indult, talált egy területet Kőbányaváros önkormányzata, melyet kijelölték, az Ónodi utca, Kolozsvári utca által határolt közterületet. Ennek a területnek a felmérése megtörtént. A fák, az utcák, a növényzet, a bútorok, a környező épületek meghatározása. Különböző lakossági érdeklődések, felmérések, közvéleménykutatások után meghatározták az építési programot, hogy mit szeretnének a területen megvalósítani, és jelen pillanatban már a vázlatterveknél tartunk, melyet a mai napon be is bemutatunk az önkormányzat részére, és itt megvizsgáljuk közösen, hogy mely területen mi lehet megvalósítható, mint a bűnmegelőzési szempontból, mind a lakossági oldalról megközelítve. A bűnmegelőzés az voltak éppen ugye a szakemberek számára nagyon is otthon van ezekben a programokban, de a közvélemény számára azért ez még egy elég új terület, hogy mit is keres a bűnmegelőzés mondjuk egy játszótér vagy egy köztéri park felújításánál. Azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a filozófia vagy ez a hozzáállás egy viszonylag új megközelítés Magyarországon. 2013-ban, amikor elfogadták a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiát, akkor egy új jelenségként került be a kormányhatározat szövegébe. Első lépésként maga a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is a módszertan felkutatásával kezdett el foglalkozni. Ennek során vontuk be a Lechner Tudás Központot, mint szakértő munkatársat, és azóta is velük együtt keressük azokat a külföldi példákat, amelyek hazai viszonylatba is átültethetőek. Az építészeti bűnmegelőzés alap filozófiája talán abból vezethető le, hogy egy bűncselekmény elkövetéséhez nem csak elkövetőre és áldozatra van szükség, hanem egy alkalomra, egy helyszínre is. Az esetek nagy részében bizonyos bűncselekmény típusoknál ez a terület a közterület. És ez a szituáció az épített környezet átalakításával, megfelelő módon történő kialakításával, bizonyos elvek úgy, mint bokrok magassága, fák lombkoronáinak a magassága, kerítések átláthatósága, közvilágítás, maga a terület vonz ereje, hogy ott vannak emberek és biztosítják-e saját maguk közösségi kontrollt, tulajdonképpen szituációs, prevenciós eszközként felfoghatóak, és így módon az építészet és a bűnmegelőzés most már szorosan össze tud kapcsolódni. A laikus azt gondolná, hogy ezt az egész témakört el lehet intézni azzal, hogy jól bekamerázzák mondjuk azt a környéket, de nem így van. A kamera egy időben rengeteg pro és kontra érv szólt mellette. Én manapság azt mondom, hogy a térfigyelő rendszerek alkalmazása egy a sok megoldás közül, amellyel ha élünk, akkor segítheti a közbiztonság fenntartását. Önmagában azonban nem elegendő. Egy idő után az emberek megszokják, hogy ott van, egy idő után az a média zaj, ami bennünket körülvesz, el tudja tompítani ezek hatását, illetve egy kamera alapvetően nem a megelőzés segíti, hanem sokkal inkább a felderítést. Tehát utólagosan tudunk felvételeket megnézni, és ezáltal visszakereshetővé válnak bizonyos magatartások, bizonyos cselekmények. Ezeket kell kiegészíteni, a kamera melletti eszközhasználatot kell kiegészíteni olyan apróságokkal, finomságokkal, amelyekkel egy közterület, vagy akár egy épület is sokkal biztonságosabbá válhat. Az építészeti bűnmegelőzésben az még nagyon fontos, illetve azt érdemes kihangsúlyozni,
hogy nem feltétlenül elsődleges feladata a bűncselekmények megelőzése, hanem sokkal inkább a szubjektív biztonságérzetünket, ahogy a környezetünkről gondolkodunk, abban érezzük sokkal közelebb magunkat ahhoz az objektív helyzethez, ami a valóság. Ne féljünk jobban egy adott területen, mint amire okunk van, de ne érezzük magunkat sokkal nagyobb biztonságban sem, mint amire egyébként a környezet adottságai köteleznének bennünket. Az építés számára milyen gondolkodást, illetve gondolkodásváltást igényel az, hogy mondjuk megszokta, hogy tervez, teszem azt egy ilyen közterületet, és akkor hirtelen bejönnek ezek a építészet a bűnmegelőzésben témakör szempontjai, mennyire más ez így? Alapvetőleg az építészet nagyon szubjektív. Ugye megrendelők alapján dolgozunk, adott terekkel, adott kialakításokkal, adott igényekkel. Mindig is szerepelt az építészetben a bűnmegelőzés. Ez egy olyan fogalom, melyen mi tudjuk segíteni, alakítani a környezetünket. Tehát a korábbiakban is figyeltünk arra, hogy azok az épületek, építmények, amik teresedést alkotnak, adott területet megváltoztatunk, akár előírásokkal, hivatkozva már a legalapvetőbb önkormányzatok általi határozatokra, ami meghatározza a kerítés magasságot, az építmény magasságot, már mind figyel ezekkel az apró részletekkel arra, hogy a bűnmegelőzést segítse. Tehát mondhatom azt, hogy nem először találkozunk ezzel a kérdéskörrel. Természetesen ezek a szakmai tapasztalatok, amik itt az évtizedek során összegyűltek, és számos külföldi, nagyon jó mintapéldával, hazai példákkal fokozatosan egyre konkrétabb formát tudtak ölteni nekünk, ez egy nagyon jó iránymutató, melyeket tudunk követni. Tehát kifejezetten figyelünk ezekre a pontokra. De természetesen nekünk ugye óriási felelősségünk van, mert mint ahogy említettem, ez egy pszichológiai hatás is az, amit mi teret alkotunk, és úgymond közösséget segítünk egy ilyen térrel. Tehát nagyon fontos azt tudnunk, hogy egy olyan térérzetet adjunk, ami alapvetőleg is biztonságos. Tovább alkalmazzuk ezeket az eszközöket, amiket említett az előzőekben is. Tehát minden ilyen apróság segíti a mi munkánkat, ellentétben meg kell vizsgálni, hogy ez az adott területen, mert minden terület más, minden területnek más a térspecifikációja, a környezete, hogy ott ebből mit tudunk megvalósítani, hogy az adott helyen, az adott szituációban mi a legmegfelelőbb ezek alkalmazásából. Azok az itinerek, amiket megkapunk, nem biztos, hogy minden esetben egységesen alkalmazhatóak a területen. Nekünk az a feladatunk, hogy közösen leszűrjük azokat a pontokat, amelyet itt meg tudunk valósítani. Illetőlegesen egy olyan területet kaptunk például itt Kőbányán, ami egy hatásában egy elég magas kockázati terület. A környezetet, aki ismeri, az nagyon jól tudja, hogy egy elég vegyes közlekedési szempontból is meghatározó terület. A folyamatos átalakulása a környezetnek nagyon fontos. Tehát az, amit most ott kialakítunk, az egy folyamatosan változó környezetben kell megvalósítanunk. Ott kell létrehoznunk olyan berendezéseket, térkialakításokat, ami mind az átmenő forgalomnak, mind az ottani lakóközösségnek, mind a diákoknak, a környezetnek megfelel. Tehát egy nagyon-nagyon összetett és bonyolult szituáció. És ehhez kell hozzáfűznünk azokat, a segítségként nyújtott bűnmegelőzési eszközöket, amikkel egy egészet tudunk alkotni. Úgyhogy szép kihívás. Mitől van az, közben ez jutott eszembe, hogy az ember sétál mondjuk egy ilyen közterület mellett, és akkor hirtelen, anélkül, hogy különösebben gondolkodna róla, úgy érzi, hogy hát azért itt leülnék egy pár percre, és amikor leül, akkor nincs az érzése, hogy állandóan nézegetni kell, vagy a táskáját fogni kell, miközben ott eltölt 2-3 percet. Szóval azt feltételezem, hogy valami ilyesmi lehet a cél, de jól gondolom? Természetesen igen. Igazából elhangzott már, hogy a térképzés az majdhogy nem egy pszichológiai eszköz. Ma már a környezetpszichológia mélyen tanulmányozza azt a kölcsönhatást, amely környezet és ember között kialakul. Tudat alatt érzékeljük a térben a biztonságot, amely eddig talán nem hangzott el fogalomként, de ezt a biztonság érzetet kell egy térnek sugalnia. Hogy egy adott terület ezt hogyan tudja sugalni,
Ezt nagyon nehéz meghatározni, ehhez mindenképpen be kell vonni a lakosságot, ahogy itt is megtörtént, meghallgattuk az ott élő lakosokat, meghallgattuk a diákokat, hiszen generációk, eltérő generációk együttesen fogják használni ezt a területet, illetve természetesen meg kell vizsgálni azt a mikrokörnyezetet, amely ezt a területet körbeveszi. Egy rövid külföldi példát hadd említsek. Alapvető alapelve az építészeti bűnmegelőzésnek a karbantartottság. Ha kimegy az ember Berlinbe, akkor azt látja, hogy bizonyos kerületei teljes mértékben graffitivel tarkítottak, és beszélgettem ott egy építész hölgyel, és kérdeztem, hogy ez benneteket nem zavar-e, és közölte, hogy nem, mert náluk az a felfogás, hogy egy adott terület minél több graffitivel bír, az annál szuper coolabb. Tehát, ahogy építész asszony is mondta, nem lehet minden alapelvet csak úgy ráhúzni, ráerőszakolni egy adott területre, hiszen ott az az általános norma, itt ez az általános norma, ehhez mindig igazodni kell. Ha az építészeti bűnmegelőzés történetét és fejlődését tekintjük, akkor az első generációs alapelvek, amely a karbantartottság, világítás, fák, bokrok méretére irányul, a második generációs alapelvekhez képest pont ezt hozta be újításként, hogy a szociális kohéziót, a közösségi kultúrát, az ott élőket megszólítva kell ezeket a területeket kialakítani. Nincsenek egységes, univerzális megoldások, hanem mindig törnünk kell a fejünket, és nagyon fontos, hogy a kivitelezésbe is valahogy majd be kell vonnunk az ott élőket, hiszen a tulajdonosi felelősségérzet akkor alakul ki, ha az ember nem csak megkap egy területet, hanem azért valamit tett. Első lépésnek nagyszerű, hogy bevontuk a tervezésbe az ott élőket, illetve a diákokat, de nagyon fontos lesz az, hogy ők is érezzék, hogy az a terület az övék, hogy érezzék azt a felelősségérzetet, amely a biztonságot majd megteremti számukra, és hát ezért tevékenykedünk, vagy ez lesz majd a nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk ezt a teret így megalkotni, de nagyon remélem a mai bemutatón ebbe már majd ízelítőt kapunk. Egyébként ezek a vélemények, tehát a laikusok, a teret majd remélhetőleg használók véleménye az építésznek, illetve a bűnmegelőzési szakembernek reális, érdekes szempontok voltak, vagy nem? Kezdem én, mert először én találkoztam a diákokkal, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy bevezető előadás után nagyon jól ráéreztek a lényegre. Tehát nem irreális, földtől elrugaszkodott vágyálmokat fogalmaztak meg, hogy ide felhőkarcolót húzzunk, vagy plázát építsünk. Érdekesség, és ezt mindig elmondom, hogy megdöbbentem magam is, hogy az első kérésük a fiataloknak az ivóvíz ellátás biztosítása volt. Tehát érzik, ők is nagyon jól tudják, hogy mi kellene ahhoz, hogy ők jól érezzék magukat. Nekünk majd azt kell nagyon jól átgondolni, hogy a terület hogy tud mobil maradni, mert sajnos, a világ folyamatosan változik, és nekünk arra is figyelemmel kell lenni, hogy ne egy olyan direkt teret építsünk, amely 5-10 év múlva már majd nem lesz képes kiszolgálni az igényeket, hanem mobil módon változtatható legyen. És a lakosság részéről is alapvetően azt gondolom, hogy olyan tanácsok, kérdések, javaslatok fogalmazódtak meg egyrészt a személyes találkozó során is, másrészt a kérdőíves kutatásunk során is, amelyek egy része, illetve túlnyomó többsége megfontolandó. A terület nem túl nagy, tehát ezért szelektálni kell, hogy miből mit tudunk behelyezni, de igen, szóval olyan javaslatok és meglátások érkeztek, amelyek nekünk bűnmegelőzési szempontból mindenképpen hasznosíthatóak. Abszolút teljesen. Ugye én egy bizonyos státusz után csatlakoztam be, mikor már a projekt előkészítése ilyen szinten megvolt. De nagyon érdekes, hogy miközben mi magát a területet bejártuk, újabb és újabb kollégákkal kimentünk, bizonyos elemeket megnéztünk, folyamatosan jöttek oda hozzánk. Tehát az ott lakók, a környéken sétálók érdeklődtek, hogy mi lesz itt, hogy lesz úgy, és mindig adtak még plusz egy mondatot, hogy mire figyeljünk, ugye nem vágjuk ki a fákat, ugye ez a környezet azért megmarad, ugye több hulladéktároló lesz, hogy a tisztántartás ugye fönntartható legyen, ugye biztonságosabb lesz a környék. Tehát megkaptuk ugyanazokat a reakciókat, amit az előkészítés során a lakógyűléseken is elhangzott. Természetesen
Természetesen ez is érdekes, hogy ugyanúgy odajött hozzánk fiatal is, és idősebb is, férfi is, és nő is, tehát, hogy nem határolható el, hogy ez mely közösség részére készül ez a tér, és ezért is nehéz és érdekes ez a pont. De visszatérve az előző kérdésre, amit nekünk a területen nagyon-nagyon fontos volt, hogy az üzemeltetés, a karbantartás, a tisztán tartás. Tehát ezek az alapvető funkcionális részek, tehát sokkal egyszerűbb valamit úgymond tisztán, folyamatosan fenntartani, ami új, kezelt. És egy olyan felület, amihez tényleg, ahogy szoktuk példálozni, hogyha látom, hogy le vannak dobva a csikkek, akkor mellé dobom a következőt. Ha látom, hogy ott van eldobva a sörös doboz, akkor mellé dobom a következőt. Hogyha ezeket meg tudjuk gátolni, akkor az embernek felébred benne az a vágy, hogy ő maga is karbantartsa a környezetét, és innentől kezdve már a környezeti kultúrát lehet így alakítani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az említett térelemeket, amiket most már elkezdtünk gondolkodni, hogy milyen funkcióval, hogy használnánk, folyamatos mobilitásra legyen lehetőség. Tehát egy olyan teret szeretnénk létrehozni, ami nem olyan, mint egy játszótér, vagy egy állandó funkciós tér, ahol órákat töltünk együtt. Ez egy elég jellemzően átmenő forgalomra, és egy maximum 60 perces időtartamra kialakott tér. Tehát folyamatos mozgásra legyen benne lehetőség. Tehát, hogy valaki leül, megpihen, kicsit rekreációs térként kezeli ezt a területet, amíg várakozik a vonatra, vagy megy éppen a gimnáziumba, vagy megy tovább a saját dolgaira, és egy picit feltöltődik, és tovább megy. Tehát alapvető a térkialakításunk egy rekreációs hozzáállás. Tehát ugyanakkor mellette bejött igényként a fiatalok, illetve az idősek részéről is a mozgásnak az igénye. Tehát igyekszünk egy olyan szabadtestsúlyos, gyakorló eszközöket elhelyezni minimális mértékbe, ami nem a mechanikus, különböző drága berendezéseket jelenti, hanem egy saját magunk által használható, sőt mindenki másképp használja ugye ezeket a berendezéseket, lesz ellátva. Nagyon fontos volt ugye az ivóvíz kialakítása. Tehát, hogy legyen kút, legyen az, hogy tényleg az ember arra menj, és akkor legyen lehetősége inni. És mindezeknek a környezetében a meglévő fáknak a fiatalítását néztük át. Néztük azt, hogy milyen növényzetet lehetne kialakítani, ami tényleg a környezetet szépíti. De ugyanakkor fokozatosan különböző évszakokban különböző lehetőségeket nyújt a területen, mert ezek a terek minden évszakban más és más mutatnak. Ugyanakkor ugye adott egy épített környezet, ami viszont változhat. Már olyan területek vannak körülöttünk, amik magasak, kisebbek, nyitottabbak, tehát ez is egy változó környezet. És igazából azt szeretnénk elérni, hogy utána ne mi idomuljunk hozzájuk, hanem majd hozzánk ők. És ezt a gondolkodásmódot szeretnénk valahogy érzékeltetni. Az eddigiekből is kiderült, hogy ez az építészeti bűnmegelőzés valóban egy igen komoly tudomány, egy komoly disziplína. Vannak-e olyan fórumok, ahol a szakemberek, esetleg akár magyar és külföldi szakemberek előhozzák mindazt, ami a tarsajukban van? Örömmel számolhatok be arról, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács szervezésében megindult a Safe City projekt. Ennek külön honlapja is van, úgyhogy érdemes megtekinteni, safecity.hu, amelyet szintén egy civil egyesület kezel, akik alapvetően környezeti neveléssel foglalkoztak a korábbi években, és ez egy több mint egy éves projekt, amelynek keretében több konferenciára is sor került már, és a jövőben is sor fog kerülni. Legutóbb március elején tartottunk egy nemzetközi konferenciát, ahova sikerült több külföldi előadót is meghívnunk, köztük Gregory Savilt, aki Kanadából érkezett hozzánk, és tulajdonképpen a második generációs SEPTID, úgynevezett SEPTID elvek, építészeti bűnmegelőzési elvek megalkotója. Mellette jöttek Skóciából, Hollandiából előadók, és ami nagyon fontos számunkra, hogy ezzel párhuzamosan ugyanennek a projektnek a keretein belül megindult az egyetemek bevonása is. Nagyon fontos az, hogy a jövő építészei
a jövő emberei, akár csak szakmabeliekre gondolunk, akár a rendőrségen belül próbálunk meggondolkodni, foglalkozzanak ezzel a témakörrel. Kapjon ez egy pici fókuszt a mindennapokban, ugyanis ha a tudatunkban benne van, hogy a biztonságra is figyelnünk kell, akkor majdhogy nem az építészeti bűnmegelőzés elveinek nagyon komoly ismerete nélkül is komoly hatásokat és eredményeket lehet elérni. Úgyhogy szerintem az egy óriási eredmény, hogy az egyetemek közül most már 4-5-en is csatlakoztak a Safe City projekthez, és ott tervezési munkákat végeznek a hallgatók, és itt is a multidisziplinaritása jellemző, tehát nem ragadtunk meg az építészeten belül, az ELTE környezetpszichológia szakáról is több hallgató jelentkezett, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karáról is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tehát jól látszik, ahogy az életben mi a gyakorlatban is arra próbáljuk meg a fókuszt irányítani, hogy iskola, lakosság, szakemberek, rendőrség, polgárőrség, mindenki együtt dolgozzon, gondolkozzon és tegyen valamit a saját környezetért. Ez már a képzésben is megjelent, hogy mindenféle szakterületről érkeznek hallgatók, és nagyon remélem, hogy a mintaprojekt után az itt szerzett tapasztalatok révén majd ez az oktatás megindulhat tantárgyi keretek között is. Most pillanatnyilag minden egyetem egy saját szabadon választható tantárgyába illesztette be ezt a témakört. Nagyon remélem, hogy ez egy idő után általánosan ismert és elfogadott lesz, hogyha nem is ez a néven, hogy építészeti bűnmegelőzés, de ennek a tartalmát egy kicsit közvetíteni, hogy ne legyünk közönösek az iránt, a környezet iránt, amelyben élünk. Ez nagyon fontos, főleg a városokban jellemző ez a fajta elszemélytelenedés. Nem egyértelmű, hogy kinek mi a feladata. Még egy kisebb községben, egy falun teljesen természetes, hogy az utcafronti részt én tartom karban, addig a városban sokszor elvárjuk az önkormányzattól, a közterület felügyelettől, a mindenféle fenntartó testülettől, hogy ezért tegyen, de azért ez nem ilyen egyszerű. Tehát ahogy korábban már többször mondtam, a felelősségérzet, a tulajdonosi felelősségérzetnek ki kell alakulnia, már ott is, hogy amikor megrendelővé válok, akkor az építésznek azt mondjam, hogy én olyan házat kérek öntől, amely biztonságos is. És ha ezeken a lépcsőfokokon szépen végighaladunk, ha egy ház önmagában már ezekre figyel, aztán több ház, aztán a közterület, az utca, akkor szépen lassan egy egész környezet sokkal biztonságosabbá tud válni. A Legyen teret kőbányai projekt tehát folytatódik, a fejleményekről majd beszámolunk, úgyhogy köszönjük szépen, és jöjjenek máskor is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.